Az Emmy külön díját kapta az MMA kiadó alkotóközössége Gelencsér Gábor, Benke Attila, Pörös Géza, Sára Sándor című kötetéért. A díjat átveszi Bár Johanna, a kötet tervezője. Az az igazság, hogy a családom mellett erre adtam az életemet, hogy könyveket csinálok, leginkább könyveket, tehát nyilván a művészettel foglalkozó bármi nemű egyéb dolgot, de leginkább művészeti albumokat csinálok. Mi a szép könyv? Számomra az a szép könyv, ami esztétikus, öröm megfogni, öröm belelapozni, és arról az emberről szól, akiről szólnia kell. Tehát én azt gondolom, és a tanítványom is mindig azt mondom, hogy kis huncutkákat ne találjanak ki azért, hogy ők még szebbek, még ügyesebbek legyenek, ami egyáltalán nem illik ahhoz az emberhez mondjuk, akinek csináljuk azt a könyvet. Én leginkább 90%-ban élő művészeknek dolgozom, de most én először szeretek azokkal leülni és beszélgetni. Megismerni egy kicsit, nyilván ismerem a munkásságát, mert nagyjából az élő művészeknek, akik hát egy kicsit ismertebbek már, azokat ismerem, ugye 35 év műcsarnok, meg 5 év szép művészeti után, de leginkább a 35 év műcsarnok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt, hogy azt találtam ki, hogy előbb megismerem a művészt. Milyen, mit csinál, mit akar kifejezni, és ahhoz képest megnézem utána az anyagot, amit kapok, mert én úgy kezelem a szöveget is, mint egy képet. Az is egy szürke tónusérték, és van egy másik kép, annak is van tónusa, és megnézem, hogy hogyan lehetne azt úgy megcsinálni, hogy egyéni legyen, de ne legyen borzasztóan más, mint aminek lenni kell. Én nagyon szeretem a nagy kifutókat, a részleteket, a szövegbe belenyomott részleteket, vagy fotókat. Meg tudom csinálni, meg tudom érezni, meg tudom látni. Szóval, és engem nem zavar egyáltalán, hogyha egy művész azt mondja, hogy szeretne ott lenni. Sokan egyszerűen azért szeretnének ott lenni, mert imádják nézni, hogy a saját munkájuk ott van, és mekkora lesz, és ez a részlet milyen jól néz ki. Szóval én imádok játszani ebben.